Az ír Paul Lynch kapta az 50 ezer fontos pénzjutalommal járó idei Booker díjat Prophet Song című regényéért. A 46 éves íróalkotás a disztópikus családregény, amely egy diktatúra felé sodródó képzeletbeli Írországban játszódik. A díjdöntő zsűri elnökének értékelése szerint Lynch regénye kizökkenti az olvasót az önelégültségből, miközben az érzelmekre ható történetben egy nő küzdelme bontakozik ki. Nem akartam úgy megírni a könyvet, hogy konkrétan a politikáról szóljon, azt akartam, hogy a családról szóljon. Valami olyasmi ez, mintha lecsupaszítanánk az Iliást. Úgy értem, ha kiveszed a történetből a politikát és a hősiességet, mindent, ami előtérben van, akkor csak a főszereplő és a családja marad, mondta Lynch a londoni díjátadón. A Booker díjat 1969 óta ítélik oda az év legjobb olyan angol nyelvű regényéért, melynek írója Nagy-Britannia, Írország vagy a nemzetközösség állampolgára.